A gyerekek örültek, a felnőttek inkább bosszankodtak a délelőtt lehullott nagy mennyiségű hó miatt. Rövid idő alatt több mint 5 cm-nyi friss csapadék esett, ezért a hókotrók egyfolytában járták a várost. Először a helyi buszok útvonalait és a főbb közlekedési utakat, majd a mellékutcákat és a lakótelepeket tisztították meg. Reggeli órákban megkezdtük a főúthálózatnak a hóeltakarítását, sikosságmentesítését, de ugye a napközben tapasztalható intenzív csapadék miatt ez olyan szempontból okozott nehézséget, hogy folyamatos utánpótlása volt a hónak. Buszváró takarítást is rendeltünk a reggeli órákban, most a kollégák a délután folyamán ezt meg fogják ismételni. Fennakadásokat is okozott a délelőtti havazás. Ez a kukás autó például a Tátra utcában akadt el. Egy tűzoltó autóval tudták csak kihúzni a tengelyig süllyedt kocsit, de nem csak ebben az egy esetben kellett a katasztrófa védelmet segítségül hívni, több helyen okozott gondot a hó. A tűzoltói beavatkozásokat tekintve több alkalommal kellett a kollégáknak segíteniük elakadt kamionok továbbhaladását. Zámoljon több tehergépkocsi akadt el a főúton, valamint beavatkozásra volt szükség Gánt és Oroszlány között is, ahol a havasúton, illetve a kisebb emelkedőkön akadtak el a nyerges vontatók. A következő napokban is várható még havazás. A katasztrófa védelem arra kéri a gépjárművezetőket, hogy csak a téli útviszonyokra felkészített, téli gumiabroncsokkal ellátott járművekkel induljanak el, az útra pedig mindig vigyenek magukkal meleg ruhát és meleg italt.